A járműipari beruházások, valamint azok beszállítói húzzák lefelé a megyei munkanélküliséget. Ezt mondta Kara Ákos, a Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottság alelnöke a legfrissebb adatok láttán. Történelmi mélypontra süllyedt a munkanélküliség Győrmoson, Sopronban, decemberben már csak 3,1%-os volt a ráta. Ilyen kevés regisztrált munkakereső pedig a foglalkoztatási törvény 1991-es életbe lépése óta nem volt. Egy év alatt Győrben 6,8-ról 3,8%-ra, Sopronban 3,6-ról 1,9%-ra, Csornán pedig 4,5-ről 2%-ra esett vissza a munkanélküliségi ráta. Iskolai végzettség alapján a megye kilóg az országos átlagból, Győrmoson-Sopronban ugyanis az álláskeresők több mint 64%-a középfokú végzettséggel rendelkezik. A képzetlenek aránya a legalacsonyabb az országban, ami azoknak a képzéseknek köszönhető, melyekbe főleg az iskolai végzettséggel nem rendelkezőket vonják be. Rengeteg volt az új állásajánlat decemberben, ezek közel 20%-át a járműgyártás adta a megyében. Ebben pedig megint csak kiemelkedő szerepe van az Audinak és a beszállítóként hozzá kapcsolódó kis és közepes vállalkozásoknak.